Tisztelettel köszöntöm a képviselő testület tagjait, a hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőinket. A jelenlétei alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 9 fő távolmaradását bejelentette Kovács Sándor, illetve Csáli Sándor képviselőnek. Az ülés határozott, képes az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja a napi rendeket. Van-e valakinek más javaslata esetleg? Ha nincs, akkor szavazáson teszem fel a teljes napi rendet, aki támogatja, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadjuk el. Javaslom, hogy az 5. és 6. napirendi pontokat, mivel személyes adatokat tartalmaznak, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki ezzel rendet ért. Kérem, jelentse, igen, nem, egy hangulat fogadjuk el. Napirenden, aki kérdésre tartott, hogy a lehetőség. Első napirendi pontunk, előterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetendő középiskola működéséhez szükséges egyes ingatlanok haszonkölcsön beadásáról szóló 360/2011 KT számú és a 4815/1-es, a 4815/2-es és a 4818-as fejrajzi számú beltörölti ingatlanok haszonkölcsön beadásáról szóló 361/2011 KT számú határok módosításáról. Néhány pontosítás szükséges. Korábban is tettünk már ilyet, a minisztérium néhány olyan pontot fedezett fel, amit még csiszolgatunk kell. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, jelenlévő, kedves televíziónézők! A Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság a ülés előtti összejövetelű ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a jogi észrevételeket, amelyet a minisztérium részéről kaptunk, a hivatal korrigálta, így a bizottság a előterjesztést elfogadta, és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdésítést, a további kérdés vélemény hozzászólás. Tisztelt jelenlévő, két határozati javaslatról kell dönteni. Döntsünk először a 4815/1, a 4815/2 és a 4818 helyrajzi számú belterület ingatlanok haszonkölcsönbeadásáról szóló 361/2011 KT számú határok módosításáról, aki tudja tárgyalni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül elhangzol a kérdés elfogadása. Következő napjáti javaslatunk, a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetendő középiskola működéséhez szükséges egyes ingatlanok haszonkölcsönbeadásáról szóló 360/2011 KT számú határozat módosításáról kell döntenünk. Aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat elfogadása. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, előterjesztés a Városi Élelmezési Munkacsoport megalakításáról szóló 113/2007 KT számú határozat módosítására. Személyi változást javasol dr. Borsos Anikó, a Jászlóközszolnokai Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv, Karcoli Tiszafüredi Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet tiszti főorvosa, miszerint Nagyné Lajtos Margit munkatársáját Zsoltos István közegészségügyi járványügyi felügyelő képviselje az intézetet, mármint az élelmezési munkacsoportban. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyszerű személycseréről van szó. Javaslom, hogy támogassuk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat körült elfogadása. Harmadik napirendi pontunk, előterjesztés a Karcagi Általános Iskolai Központ alapító okkönyvét annak módosítására. Két pontban olvasható a módosítás, illetve a módosítások. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban?
ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartottanak nélkül egyhangban a fogadjuk el. Negyedik napirendi pontunk, előterjesztés a partnerváros közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervezet kialakítására. Köszöntöm különben Bényei Sándor urat, valamint Erdőházy Imrédi asszonyt. Mindenképpen egy nagyon szép anyagot tartottunk a kezünkbe, illetve olvashattunk. Gratulálok a megalkotóinak. Vitára bocsájtom, van egy kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban. Kérdezem, tisztelt vendégeinket, kívánnak-e szóban kiegészítéssel érni? Nem. Köszönöm szépen. Dr. Lukács László, képviselőnek adom el a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő, tisztelt televízió néző. A javaslat szövege az az intézkedési terv szakmai anyagi nyilvánvalóan olyan szakmai nyelvezetet használ, amely nagy biztonsággal akkor érthető meg, ha ez megfelelő előképzettség párosul. Az integráció, a szegregáció, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók problémaköre hosszas szakmai kutatások, illetve viták előzték meg, de a viták részben ismerete mellett is magukért beszélnek a tervezetben szereplő számok. A számok nyelve könnyen érthető, abból következtetéseket egyszerűbben lehet levonni. Sajnálatos esemény, hogy az immáron 22 évvel ezelőtti rendszerváltozás után olyan adatokkal találkozunk, amelyek megdöbbentőek. Tegyük a szívünkre a kezünket. Nem állunk jól a hátrányos helyzetű vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek terén. A számok tehát, hogy lássuk mindannyian, a településen élő gyermekek közül 38,9% hátrányos helyzetű, az óvodába járó 743 fő gyermek közül 50,4% hátrányos helyzetű és 16,6% halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolába járók közül, amelyeknek száma főben 1916, közülük 49,4%, tehát közül a fele hátrányos helyzetű, és ami rosszabb, hogy 19,5%, azaz 374 fő, ami már most egy komplett iskola számát jelenti, halmozottan hátrányos helyzetű. A számokhoz tartozik, hogy ennél magasabbak is lehetnének, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetűek vonatkozásában nem mindenki élt azzal a lehetőséggel, hogy nyilatkozzon saját helyzetére vonatkozóan. És hát mit üzennek ezek a számok? Egyrészt az, hogy a társadalmi leszakadás, a szegénység egyre komolyabb probléma nem csak az ország szerte, hanem a Békeszigetének számító városunkban, Karcagon is, hiszen jól láthatjuk, hogy a leszakadó vagy már le is szakadt rétegek majdnem kétszer meg tudnák tölteni a kiskulcsosi iskolát teljes egészében. Bár az önkormányzatnak kevés beleszólása van a törvényalkotásba, azonban nem hiszem, hogy a jelenlegi mederben és eszközökkel kezelhető lenne a probléma lényege. A javaslat és az esélyegyenlőségi intézkedési terv szükséges, mert helyesen feltárja és elemzi azokat az adatokat, amelyek nélkül a probléma, illetve a problémának a lényege megérthető lenne. Hatékony eszközt azonban nem igazán nyújt a kezelésre. Mindazonáltal egy ilyen terv, bár szükséges, de önmagában a probléma nagyságával arányban nem álló megoldást kínál, hiszen a szegénység, a halmozottan hátrányos helyzetűek kérdése már olyan mértéket öltött, amelyek szép szavak, lassú évtizedes kifutású tervek nem segítenek, legfeljebb az elburjánzásnak folyamatos figyelemmel kísérését jelentik. Mi lehet a megoldás? Érdemesebb lenne elgondolkodni, és amennyiben ezt az önkormányzat helyesnek tartja, egy olyan elképzelés kommunikálni az ország vezetése felé, legfőképp a lakosság felé, amely a következőkből állhatna. Azon kell munkálkodni, hogy létrejöjjön egy olyan oktatási rendszer, amelyben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kiemeli abból a közegből, amely ezeket a hátrányokat őket hozza, illetve hozzásegít őket ahhoz, hogy ki is tudjanak szakadni a szegénység és a hátrányos helyzetűség újratermelődéséből. Szükséges ehhez egy halmozottan hátrányos helyzetűket felülelő bentlakásos iskola rendszer létrehozása, ahol teljes egyenlőség mellett az állam venné kezébe az oktatást, és ami fontosabb, a nevelést, ahol a rend szeretete a munka becsületére nevelik a gyermekeket. Ez egyrésztről gátat szabhatna a szociológusok által is feltárt és ismert jelenségnek, mely szerint a hátrányos helyzetűek folyamatosan újra termelik saját magukat, másrésztről terhet venne le a gyermekeket nevelő szülőkről, anyagi viszonyaikat rendezhetnék, harmadrésztről pedig az állam saját magánál, a bentlakásos iskoláiban használná fel a gyermekvédelem keretén belül kiosztott támogatást, segélyt, így csökkenteni az állami költségvetés terheit.
Tisztelt képviselőtestület, ezt javaslom megfontolásra, hogy a közeljövőben esetleg erre helyezzen hangsúlyt az önkormányzat, illetve annak képviselőtestülete, és ezt kommunikálja kifelé, mindamellett, hogy egyébként maga az intézkedési terv elfogadható. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőm, hogy megtaláltam a szólását. Egy nagyon összetett problémával találkozhatunk egy ilyen tanulmány során. A halott, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében társadalmi, gazdasági, oktatási, szociológiai problémák tömege adja azt a problémát, amit kezelni kell. Azt nem hinném, hogy tolmácsolunk kellene a törvényalkotók irányába ezzel a dolgot, hiszen teljesen tisztában vannak ezzel. Most nem olyan régen került elfogadásra az oktatási törvény, abban már nagyon sok olyan törvénycikke szerepel, ami a hallottan hátrányos egyáltalán valamilyen módon nehéz helyzetbe kerülő diákok megsegítését szolgálja. Teljesen tisztában vannak ezzel a törvényalkotók, a szakminisztérium is, hogyha képviselői figyeli, hogy a Hoffmann Rózsa nyilatkozatait, megnyilvánulásait nem kell képbe hozni, ugye ezeket a problémákat. Nyilvánvalóan sok idő kell ahhoz, hogy ez a csúf mérleg egy picikét javuljon, a helyére illenjen, és valóban közösen kell munkálkodnunk azon, hogy szépüljön ez a helyzet valamilyen formában, és én úgy gondolom, hogy természetesen a érintettek családja is sokat tehetnek azért, hogy a helyzet megváltozzon. Én a statisztikákban nem mindig hiszek olyan nagy biztonsággal, mint ahogy mások teszik ezt. Köszönöm szépen, van-e további vélemény, kérés, kérdés, hozzászólás? Ezzel együtt nagyon sok mindenben egyetértek képviselő úrral, úgyhogy ez most nem vitatkozunk egymással, hanem közösen mondom. Pánti Ildikó képviselőasszonynak adok el a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Előzetesen az Oktatási Bizottság természetesen ezt megtárgyalta, ezt a napi rendet, hiszen egy kellően súlyos és azt hiszem, hogy jövőbelátással sok mindent meghatár az önkormányzat és a társszervek részéről, és engedtessék meg elmondani azt, hogy a kedves jelenlévő szakértők, akik nagyon szép anyagot adtak elénk, elmondották, és ezt azért is kértem szót, hogy elmondjam, hogy olyan statisztikát és olyan pontos adatbázist kaptak a munkájukhoz a szakigazgatási iroda részéről, ami oly ritkán adódik alkalom, de tegyük közé is, és öröm számunkra, és ehhez mi is gratulálunk képviselők, amellyel dolgozhattak méltán, tényszerűen, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ezt köszönjük, hogy észrevették, és én azt hiszem, hogy a kedves munkatársaknak ezúttal is gratulálhatunk, és megköszönjük. Ahogy polgármester úr is említette, ebben a sokrétű és valóban minden magába foglaló anyagban, hiszen tudjuk, hogy ezek pályázatokhoz és mindenben nagyon fontosak jövőbelátása. Polgármester úr is említette azt, hogy a szülők és a partner kapcsolat, mert hiszen a fenntartó önkormányzat és a társszervek, akik ebben érintettek, intézményvezetés, pedagógus közösség, gyerekközösség, és ott van a szülő, és ott van ő, akinek legalább olyan aktívan kell és kellene részt venni ebben az együttes alkotási folyamatban, amelyben a jó szándékát mindenki igyekszik, mert ez a feladatunk, és hogy ne tennénk, hiszen vannak teendőink, és azt hiszem, hogy lesznek is a jövőt illetően, de az a fajta tényszerű és valóban aktív közreműködés, mert hiszen vannak számadataink nekünk is adott iskola közösségekben, a szülőknek a partner kapcsolat kiépítésében, milyen arányban vesznek részt a munkában, vagy éppen milyen arányban nem vesznek részt, akár bármilyen iskolai rendezvényre gondolván, mert ugye nagyon sokszor halljuk, gyakorló pedagógusként magam is ezt átéltem sokszor, hogy
ugye azt mondjuk, hogy mindig azoknak a gyerekeknek a szülei, hogy éppen ők nincsenek ott adott fórumon, adott helyzetben, amikor ott kellene lenni, vagy itt ugye a nyilatkozattételnél is olvashattuk, hogy milyen százalékos arányban vettek részt, vagy nem vettek részt. Hát igen, ez nagyon fontos, és ebben látom én jelen helyzetemben, képviselői munkámban, meg egy kicsit az oktatás területén tevékenykedve is, hogy ilyenfajta meggyőzés, hogy együttesen, mert csak egyoldalúan nehéz lesz a jövőbelátás. Köszönöm, és még egyszer gratulálok az alkotóknak, az irodamunkatársainak, és valamennyiünknek. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását. Nagyon-nagyon összetett, hogy említettem, és egyébként a képviselő azt, hogy észrevette azt, hogy én a szülőktől is nagyon-nagyon sokat várok ebben az esetben, hiszen a fenntartók, az iskolák, az iskolában dolgozó pedagógusok, legyen az nevelési intézmény vagy oktatási intézmény, mindent megtesznek azért, hogy ezek a különbségek minimalizálódjanak. A családokon nem tettően sok múlik, nem győzöm eleget hangsúlyozni. Én sajnos szerencsére nem vagyok törvényalkotói, például nem engedném semmiképpen, hogy a főállású anyáknak a gyermekei napközibe járjanak, komolyában járjanak, valószínűleg azért főállású szülők, hogy otthon a gyerekeket neveljék, és hogyha valaki gyesen jelen van, őnek is engedném, de ez egy magán véleményem. De azt is tetszenek ugye nagyon jól tudni, hogy én nem helyeslem az erőszakos integrációt sem. Az integrációval kapcsolatban igen, sokféle nézet van, valaki szereti, valaki nem szereti, ez körülbelül 50-50% és mind a két fél tudományos alapossággal tudja arra alkalmazni, hogy szükség van az integrációra, vagy nincs szükség az integrációra. Én úgy gondolom, hogy az erőszakos integrációra semmiképpen nincsen szükség. A bentlakásos intézmény említette még képviselő úr, hát ha nem is bentlakásos intézmény, de részlakos iskolák működnek városomban is, úgyhogy ez majdnem olyan, mint hogyha bent lakásos lenne. Nyilvánvalóan az kötelezővé nem tehetjük, hogy az éjszakát is ott töltsék a gyerekek. Bár néhány esetben valóban tapasztalat az, hogyha haza kerülnek az iskolából, akkor egy egészen más módon szocializálódnak, és abban a szenzúrásban visszakerülnek különös más szintre. Köszönöm mindenre. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Van-e további kérdés, hozzászólás? Még egyszer szeretném megköszönni a szakembereknek a hozzáértő munkálkodását, a szép és valóságos előtt. Elfogadásra javaslom az előterjesztést, aki ugye tárgyal, hogy én kéne jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hivatkozatokat. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, az április és egyben a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb reményeink szerint 2012. augusztus 20-án ünnepi önkormányzati ülést tartunk, majd azt követően munkatárs szerint 2012. szeptember 27-én csütörtökön 15 órakor találkozunk, amikor a soros testületi ülésre kerül a sor. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre? Jelentkezést nem látom. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, mindenkinek megköszönöm a megjelenést, a aktivitást. Kívánok mindenkinek jó pihenést a gyári szünetre, feltöltődést, a mai testületülést.